nem készültem beszéddel, mert egyelőre olyan lelki állapotban vagyok, hogy erre nem voltam képes. Én ugyanis még nem vettem át a felmondó levelemet, csak valószínűsítem, hogy az a küldemény, amit a postától várok, azt tartalmazza. Pénteken otthon arról értesültem, hogy bent kellene lennem az iskolában és átvenni egy hivatalos papírt, és hogy kollégáim átvették ezt a papírt, és ebben azonnali felmondás volt. Azért van itt most ez a sok ember, mert pénteken kirúgták a tanárunkat az iskolánkból. Kérjük tehát ismételten a költségből eltávolított tanárok azonnali hatályú, szankciómentes visszahelyezését állásukba. Én próbáltam információhoz jutni azzal kapcsolatban, hogy vajon nekem is felmondtak-e, ami valószínű, mert hasonló bűnismétlő voltam, mint a kollégáim, de nem kaptam információt, úgyhogy egyelőre csak valószínűsítem, hogy felmondtak nekem, és várom a hivatalos értesítést. Hiába hangzott itt el az, hogy ne menjünk be, én ma még be fogok menni és tanítani fogok. Polgári engedetlen kollégák, azok az oktatás ügyéért voltak polgári engedetlenek. A tankerület pedig pont ellenkező irányban működik, pont az oktatás ellen teszi az intézkedéseit. Én azt látom, hogy a diákjaink meg vannak rendülve. Nagyon sokan tényleg sírtak és kétségbe estek. Mindenkit másként érint, nyilván egy kis nulladikost, aki most ismerkedett ezekkel a tanárokkal, másként érint, mint mondjuk egy végzőst, akinek meg komoly tétje van, hogy megmaradnak-e azok az órái, amiken az érettségire készül. De az általános reakció az a megrendülés, és hát az aktivitás, tehát hogy úgy látom, hogy ezt a traumát ők igyekeztek, és sikerrel tettek be fordítani. A tanárok formálják a jövő generációját, vagyis a mi jövőnket. Ha minden tanár feláll, akkor felborul a rendszer. Álljatok fel, veletek vagyunk. Veletek vagyunk. Az összes társamat érinti, azokat a társaimat, akiknek kirúgták az osztályfőnökét, a matek tanárát és a magyar tanárát érettségi előtt. Én nem tudnék úgy tükörbe nézni, hogy ez történik a mellettem lévő teremben, és nem szólalok fel. Hát ne rúgják ki a tanárainkat! Mindnyájan tudjuk, hogy amire szükségünk van, és amiből kevés van, az érték. Minél kevesebb van belőle, annál nagyobb érték. A tanárainkból kevés van. A tanárok nagyon értékesek számunkra. Szoktak minket elküldeni, kapálni és különböző fizikai munkára küldeni. Én bátran állíthatom magamról, hogy diákkorom óta rengeteg ilyenben vettem részt, és el tudok menni kapálni, meg gyártósor mellé dolgozni. Viszont aki csak azt tudja, az nem fog helyettem tudni beállni, tanítani, és ez egy nagyon fontos dolog. Én velem többször történt meg az, hogy este 9-kor írtam rá a matek tanáromra, nem tudom megcsinálni a házit, és megnézte az üzenetemet, és felhívott, és megcsinálta velem telefonon este 9-kor a házit, és én nem gondolom, hogy ezekért a tanáraikért ne kéne küzdeni, ezek mellettük ne kéne kiállni, ők bármilyen módon sajnáltatnak magukat, vagy ők nem akarnának tanítani, ők tanítani akarnak, és megbecsülve akarnak lenni, és meg kell őket becsülni. Eljött a hajnal, elébe mentem. Ó, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Eljött a hajnal, elébe mentem, és rám talált a megszálló. Ha partizán vagy, vigyél el innen, ó, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ha partizán vagy, vigyél el innen, mert már érzem, meghalok. Ha meghalok ma, mint annyi társam, ó, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ha meghalok ma, mint annyi társam, légy te az, ki eltemet. La 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 la.
Thank you.